Szevasztok, Norbi vagyok a Play Store-ból, és ez az 5 tévhit a konzolokkal kapcsolatban második rész. Lehet, hogy most nem lesz 5 tévhit, meg nem lesz 5 tény, meg mit tudom én, nem lesz ilyen tízes lista, de az előző részben nagyon sok olyan kérdés jött, ami mellett nem lehet elmenni, csak úgy, hogy odaírtam a választ. Nagyon sokszor odaírtátok ti is a választ, és tökre örültem neki, hogy egy ilyen segítő közösség alakult ki a komment szekcióba, de van még néhány olyan dolog, amiről így szeretnék beszélni. Nyilván elmondom aztán, megírjátok kommentekbe, hogy van-e még valami. A legdurvábbal fogom kezdeni, tehát nincs itt, hogy majd a videó végén valami nagyon durva fog következni. A legdurvábbal kezdem. A legdurvább nem kérdés, hanem ilyen tanácskérés, de ez ilyen nagyon-nagyon ilyen, ilyen nagyon mély, nagyon mély és, és egyben horrorisztikus élményt is ad. Patrik problémájára próbáljunk meg együtt segíteni. Jó, tehát hogy Patrik problémájára próbáljunk meg együtt megtalálni a megoldást, mert tényleg félelmetes lehet. Patrik írja, valaminek beszél az Xboxom. Hogy lehet kikapcsolni a beszélést? Tehát én ezt így képzelem el. nem Nem igen, ja, vagy hallgatom, én nem beszélsz egész mondom neked a fületbe. Én végül az Xbox-on a no, váltam, vannak a legjobb játékok. Edd, alájtad, van neked, rajtad van ilyen. van, Van. Hú, Gézó, alájtad, rajtad? Fortnite? fut, fut, rajtad? Mi? Te mi vagy? Ja, láttam, 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 jó, ja, hát... Akkor csukd össze magad, ha nem beszélsz velem. Miért nem beszélsz velem? Hát fut, 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 én ezt így tudom elképzelni, valószínűleg nyilvánvaló, hogy nem így van, de hogyha valaki hasonló cipőben jár, kérlek, segítsünk már Patriknak, mert ez nagyon félelmetes lehet. Következő komment, euh, Carlos Kaifi. Kai Carlos Kaifi. Sok ilyen komment érkezett, az ő kommentjét így kiemeltem. Ha nem fizetsz elő, akkor nem is tudsz játszani rajta. Én így értem. Ha így van, nem éri meg szerintem a gép, maga persze megéri az, azért az árát. Xbox, Xbox Series S videó alatt volt ez a komment, illetve több ilyen komment is jött, hogy a konzolokon elő kell fizetni, és ez mennyire egy, egy rablás, meg lopás, meg miért nincs ingyen. Volt ilyen kérdés, hogy ingyen nincs -e? Nem kell a konzolokon előfizetni, srácok, tehát, hogy ez, ez egy tévhit, borzalmasan nagy tévhit és nem tudom, hogy ki terjeszti, vagy honnan veszitek, akkor kell előfizetni, online szeretnétek játszani, ennyi. Hát, ha online szeretné játszani, akkor elő kell fizetni Playstation 4-en, ha ingyenes játékkal játszol, akkor nem kell előfizetni. Tehát Playstation 4-en, Playstation 5-ön, ha Fortnite-ozni támad kedved és Fortnite-ozni szeretné, akkor azt meg tudod tenni Playstation Plus előfizetés nélkül. Viszont a többi konzolon kell fizetni, így van pár ezer forint, tehát nem kell megijedni. Tudom, hogy ilyen nagyon fiatalkorban, gyerekkorban ez tényleg egy megterhelő költség, de sajnos ez így van, ezt nem most találták ki, ez hát már nagyon régóta így van, úgyhogy valakik már ebbe születtek bele, ez nem fog megváltozni. Többen kérdeztétek, hogy lehet-e ingyen Xbox Live-ot, meg Playstation Plus-ot szerezni valahonnan. Ne dőljetek be ezeknek, nincsen ilyen, a legtöbb ilyen oldal, ilyen kamu adathalász oldal. Légy szíves, tényleg ne csináljátok ezt. Nem kell megadni az e-mail címet, telefonszámot, bankkártyadatokat, semmit nem kell megadni, nem szabad, nem működik. Következő. Szia, Xbox van s lehet-e Epic Games-ről játékokat valahogy letölteni? Ez a kérés, vagy ez a kérdés, ez többször előjött. Tehát, hogy ezt nem értem, hogy ezt honnan veszik az emberek. Nyilván a Fortnite udas, mert hogy azt látják, hogy PC-n be lehet jelentkezni ugye a Playstation ID-val is, meg az Xbox-os fiókkal is nem tudom, hogy honnan veszik, de reális, ö, reális, kérdés, mert nagyon sokszor előjön, hogy PlayStation 4-re, PlayStation 5-re, Xbox-ra, ilyen Xbox-ra hogyan lehet letöltögetni ezeket, sehogy. Tehát se Steam-et, se epic -et. Mind a kettőt kérdezik, hogy Steam-et, epic -et, hogy lehet letölteni epic játékot, mert megvet valamit Steam-en, meg epic -en. nyilván az ingyenes játékot szeretné játszani Xbox-on és PlayStation 4-en, 5-ön, nem lehet, srácok, nincs ilyen, ha megveszel valamit a Steam-en, azt a Steam-en, tehát PC-n tudod játszani. Ha Epic Store-ból vettél valamit, azt is PC-n tudod játszani. Az Xbox és a Playstation 4, meg a Playstation az egy külön, az egy külön áruházott, külön játékok vannak, tehát nincs ilyen, nincsen átjárhatóság. Tehát ez, ez egy botrány téfit. Következő, hogy lehet-e monitoron játszani a konzolokat, lehet igen, HDMI, csatlakozós monitor, rá lehet kötni a konzolokat. Írták itt többen, hogy nem is kell, hogy HDMI is legyen, hanem vett végül átalakítót, és akkor az tök jó. Ne, a tényleg tök jó. Lehet azzal is, vegye egy végig átalakítót, de ilyen 300 forintos, hanem oda aktív átalakító kell, hogy az analóg jelet, Á, na mindegy, hogy ott a jelet át tudja rendesen alakítani, én inkább azt mondom, hogy egy normális monitort kell, kell beszerezni, hogyha monitoron szeretné játszani. Következő ö, kérdés, illetve ilyen komolyabb tévhit, hogy Xbox platformon Daniel kérdése, szia, most vettem karácsony egy Xbox van s és vettem egy FIFA 21-et, az van a dobozra írva, hogy Xbox van és Xbox Series X. Azt kérdezi, hogy megye a játék. Nagyon sokan kérdezték, illetve találkoztam is ugye, olyan emberekkel, olyan ismerősek is megkerestek, akik azt mondták, hogy hát figyelj már, hát nekem Xbox van, eszem van, meg van, x van, nincs ráírva, hogy megye. FIFA, akármi, amilyen ugye cross platform, tehát hogy cross gen, cross -gen hogy megy a régebben is, meg az újabban is, és tökre megkerestek, hogy figyelj már, megye. Hát mondtam, hogy persze megy, de hát hogy miért nem írják rá? Nyilván a hátulján rajta van a doboznak, hogy Xbox van, Xbox van S, Xbox van X, Xbox Series X, ezek rajta vannak, és nyilvánvalóan ha beteszed a lemezt, akkor működik. Azért nincsen rajta az Xbox Series S, mert az egy digitális konzol, nincsen meghajtója, úgyhogy ezek azok a, a komolyabb téfitek, amikkel így találkoztam kommentolvasások során, illetve volt még Lukács Imrének a kommentje, amit régebben föltett még az Xbox Series S-es videó alatt, és most a konzolos videó alatt is föltette, hogy meg tudtam-e nézni a Series S-en mennyire gond, hogy az optimalizálatlan játékok nem tudják lekezelni az SSD-t, milyen gyakran fordul elő probléma. Nem találkoztam problémával, pedig még a Black-et is letöltöttem, ami egy Xbox klasszikus játék, ott sem volt semmilyen nemű probléma. Tudtam játszani, bár mondjuk a Black az egy tök jó játék volt a maga idejében, ma viszont nagyon rosszul regedett, és hát borzalmasan nem jó. Játszottam a Forza Horizon első részével elég sokat, ott sem találtam problémát illetve a Burnout Revenge-et is próbáltam, illetve azzal is játszogattam, még az is egy Xbox, az egy Xbox 360-as játék, tehát ezekkel sem volt probléma, nem találkoztam. Nem találkoztam az SSD-ből kifolyólag problémával, sőt, semmilyen működésbeli problémával nem találkoztam, és azt is vettem észre, hogy menüben, meg úgy az általános működésben gyorsabb, mint a mellettem látható Xbox One X. És ugye ki is derült az is, hogy most már azért látszik, hogy a, a 120 FPS-es dolog az nem volt kamu, mert azért többen is lemérték, ugye a VR-nak a videóját, ha megnézed, ott látszik pontosan, hogy nekik van ilyen eszközük, és ugye megcsinálták a videót, hogy az Xbox Series S-en is, a Rainbow Six Siege, az tudja, 120 FPS, sőt még többet is, és nem csak 1440p-ben tud futni, hanem a magasabb felbontásban is, úgyhogy, úgyhogy ennyi. No, ezek voltak azok a, azok a durva dolgok, amiket így, így igazából följöttek kommentben. Azért csináltam ezt a videót, hogy így több, több esélye van a jájút azokhoz az emberekhez, akik így kezdőbek. Úgyhogy most légy szíves, ne írjátok meg, hogy ez milyen kérdések voltak, hogy milyen hülyeséget beszélek, mert tökre sok ilyen videót kellene csinálni egyébként, hogy az emberekhez eljusson az az, az üzenet, ami, amire várják a választ. Mert nagyon sokszor látom, hogy megválaszoljátok a kérdést, de ugye egy köszi, vagy valami, hogy vette, vagy, vagy fogta, az nem jön, hanem ugyanazt a kérdést ugyanazt az embertől látom egy másik videó alatt is. És ha csinálok egy videót, akkor mit tudom én, a százból megérti mondjuk 60, és akkor marad még 40, aki utána elmondja még 40 embernek, aztán 80 ember tudja rosszul, aztán megint jön egy videó, vagy nézegettek videókat, és akkor ugye redukáljuk ezeket a számokat. A legdurvább tényleg ez, hogy hogy kötelező előfizetni, és hogy más platform játékai tudják eljátszani. Tehát Mario játékot keresett valaki a múltkor Playstationre. Ezt láttátok, ezt a kommentet biztos elírta is valaki, hogy volt ilyen. Ezek reális dolgok, de én azért vagyok, és azért csinálom ezt a sorozatot, hogy, hogy, ilyen a durvább ilyen kommenteket, téfiteket, ezeket így, hogy mondjam neked, megválaszoljam. Ha tetszett a videó, durrancs egy lájkot, oszd meg valamilyen fantasztikus internetes közösségbe, úgy gondolod, aztán legközelebb találkozunk. Szevasztok!